Bebarangoltuk már szinte minden zegét zugát, de csak találtunk még egy-két rejteket Székelyországban, a keleti Kárpátok ősi fenyőket ringató hegyei között, az Olt folyó ölelésében, ahol még van mit felfedeznünk. A Baróti-hegység a Hargita vonulatának déli folytatása, így a vulkáni utóműködés nyomán szénsavas források fakadtak oldalain, amelyek hasznosításával gyógyfürdők létesültek. A borvizek útjára lépünk, miközben gazdag néprajzi értékek, legendás helyszínek és történetek várják a hazajárót Székelyországba. A Csókás-Vecer természetvédelmi területről indulunk az Olt mentén. Erősd és Árapatak után hídvég következik, majd Előpatak és Sugásfürdő érintésével Árkosra túrázunk. Sepsikőrös patak, Kálnok és Zalán felfűzésével emelkedünk Málnásfürdőre, hogy végül a Nagymurkó oldalában Uzonkafürdőre kiránduljunk. A Vecer-hegyet körülfolyja az Olt. Oldalában csodás alakú mészkősziklák tornyosodnak. A nép azt mesélte, hogy e sziklák megkövült óriások, kik e vidéken laktak. Egyszer az ördöggel fogadtak, hogy egy óra alatt kiisszák az Olt vizét. Hozzá is fogtak. De midőn az ördög látta, hogy már az első negyed órában, majdnem egészen kiitták, oly nagy zápor esőt támasztott, hogy az óriások nem voltak képesek az Olt vizét a kiszabott óra alatt kiinni. Az ördög a Vecer tetején ült, és az óra elteltével gúnyosan követelte a fogadás árát. Erre az óriások dühösen nekirohantak és meg akarták ölni. De az ördög rájuk köpött, ettől mindnyájan kővé váltak. Így szól a Baróti-hegység déli végén emelkedő Vecer-hegy legendája. A szomszédos Csókás-hegyről már azt írja Orbán Balázs, hogy tetejére a hagyomány várat helyez, ennek azonban jelenleg csekély nyomai látszanak, mert köveit az erősdi templomkerítésbe építik. Igazi csodavilág ez a Csókás-Vecer természetvédelmi terület, amelynek sztyeppe jellegű tája nem csak ökológiai, geológiai, de archeológiai szempontból is jelentős. Hogy miként egyensúlyozik ebben a varázslatos természeti környezetben a legenda és a valóság határán a kicsiny magyar közösség, erről már Erősd református lelkészét, Rádúj Baka Zsuzsannát kérdezzük. Erősd a történelmi Székföldnek az egyik kis települése, és már az 1700-as, 1600-as évek elejétől vegyesen lakják magyarok és románok ezt a falut. Valamikor így fele-fele arányban laktak, és mindig jó viszony volt, tehát békességes jó viszonyban éltek a magyarok és a románok itt együtt. Mondjuk most már ez a népességi arány nagyon megváltozott, tehát a magyarság úgy 10%-ban él itt Erősdön. Vegyes házasságok, az elvándorlás, a fiataloknak a külföldönre való költözése, de hát annak ellenére, hogy ez így van, és most már 70 magyar lakik itt a faluban, de úgy érzem, hogy még úgy a reményt nem adtuk fel. Tehát úgy a közösség maga azért összetartó, áldozatkész. Tehát, hogyha ezt a közösségi házat is megnézik, akkor pályázat útján az anyagköltségekre pályáztunk, de minden munka az itt az erősdi ember keze munkája. És egy csodával határos, hogy ez megvalósult. 8 évvel ezelőtt kezdtünk neki, hogy legyen egy ilyen korszerű közösségi terünk, ahol együtt tudunk lenni, és a magyarságunkat, és az anyanyelvünket, és egyáltalán az önazonosságunkat fenntartani. Meg ha az ember körülnéz, az is egy óriási kegyelem, hogy milyen természeti környezetben fekszik a falu. Igazából Erősd gyönyörű, tehát történelmi szempontból is, ugye Erősd a neolitikumi kultúrának adta az egyik nevet, tehát az Erős Kukutentripolje kultúrkörnek,
Nagyon szeretnénk ugye Erőzsnek az értékeit azt megtartani, felszínre hozni, népszerűsíteni, tehát nekem nagy vágyam az, hogy semmiképpen ne kallódjék el ez a kicsiny közösség és ennek a tájnak, vagy ennek a falunak az értéke. Élni lehet, tehát, és vállalni kell az életet, és kitartani kell, és bízni az Úristen erejébe és áldásába, mert akkor biztos, hogy van élet, nem csak a gónél. Kicsi a gyülekezet, de a közösségi ház és a megújuló református templom is a gazdag múltra alapozó jövőbe mutat. Azt állapították meg, hogy ez így az 1700-as évek elején megépült. Mennyezetét egyedi, virágmintával díszített kazetták borítják. Az Olt mentén észak felé indulunk tovább a Baróti-hegység előterében. Ahol az Ára-patak az Oltba ömlik, Orbán Balázsral szólva, igen regényesen fekszik Ára-patak. Hiába a történelem és a természet árjai, a reformátusok 13. századi eredetű temploma rendületlenül áll. Ára-patak neve a háromszéki önvédelmi harc krónikájába is bekerült. Miután 1849. január 2-án itt kötötték meg a háromszéki és a császári haderő között átmeneti békét hozó szerződést. De az Oltnak ehhez a vidékéhez egy még nevezetesebb szabadságharcos esemény is kötődik. Ára-patak és Hídvég között egy kis síksághoz érünk. Szent helyez mi nekünk magyaroknak, hősök vérével megszentelt hely. 1848-ban itt szólaltak meg legelőször a székely szabadság védelmére a dicső emlékű Gábor Áronnak ágyúi. A lelkesedés és a hősies elszántság fényes győzelemre vezették a maroknyi székely sereget a túlnyomó erővel szemben. A diadalt felidézve érünk az Olton-Barcaföldvár felé átkelő híd fejénél található Hídvégre. A Nemes és Mikó családok ősi székhelyét a 17. században előbb brassói szászok, majd tatárok dúlták fel. Árpád-kori református temploma is sokat szenvedett a harcokban és a természeti csapásokban, de szépen újjáépítették. A temetőkertben nyugszik Hídvég jeles református papja, az 1848-49-es szabadságharc honvéd tüzérfőhadnagya, Nagy Sándor. A hídvégi nemes család sírkápolnája ma már a római katolikus közösség miséző helye. Hátborzongató, mi vélet Székelyföld legrégebbi és a monarchia egyik legnépszerűbb fürdőhelye Előpatak, melynek vasas, szénsavas gyógyvizeiről még Hankó Vilmos áradozott. Ami Belgiumnak Spa, Németországnak Piemont, Csehországnak Franzensbad, azaz erdélyi részeknek Előpatak. Az erdélyi részek legrégebben használt fürdői közé tartozik. Kinézése egészen világfürdőies. Az utakat díszes emeletes épületek, pompás villák szegélyezik. Alsó részében jól gondozott park terül el. A főkút vize Európa vasban leggazdagabb vizei közé tartozik. A természetes gyógytényező még jelen van, így él még a remény, hogy Előpatak visszanyerje régi hírnevét. Hasonló sorsa volt, de jobbra fordult a susogó bükkerdők között megbújó sugásfürdőnek. A sugáspatak völgyében az 1800-as években fedezték fel az első gázkitörést. A fürdőtelep ezután kezdett kiépülni. A Trianont követő hanyatlás évtizedei után Kós Károly tervei alapján épült meleg borvizes kezelőközpont szénsavas kénes borvíz forrásaival és mofettájával ma is várja a gyógyulni vágyó vendégeket. Ahogy Hankó Vilmos fogalmazott,
sugásfürdő a turistának kellemes és jutalmazó kirándulásokat kínál a környező erdőségek szebb pontjaira. A Baróti-hegységre jellemző széles legelőkön keresztül visz az utunk Árkos felé. Árkos, a szépen fekvő tekintélyes község három faluból származó lakossága három hitfelekezet között oszlik meg. Legnépesebb az unitáriusok egyházközsége, valamint Ódon kastély által környezett egyháza is. Különben Árkos festőiségére templomkastélyán kívül nagy befolyással van báró Szentkereszti Zsigmond szép kastélya is, mely a falu előterében egy gyönyörű műkert közepén pompálkodik. A háromszéki unitárius egyházközségek egyik legkitűnőbbike Árkos. A 13. századi eredetű Szent István vártemplomnál nézünk utána, Márk Attila kántor és helytörténés segítségével, hogy vajon ma is kitűnő-e a helyi unitárius egyházközség. Árkosról olvasgatva nekem két dolog tűnt fel, ugye mondhatjuk azt, hogy címmagyar faluról van szó, és rengeteg híres szülöttje van a falunak. Igen, a háromszéki települések között már a középkor elején mondhatnánk a 13. századtól egy jelentős települése, és megtartotta a közösség a jellegét, tehát a magyar jellegét, nagyon kevés idegen költözött egészen a napjainkig be, és ezért a magyarsága is megmaradt önmagyarságnak, és a híres embereknek a sokaságát azzal magyarázhatjuk, hogy egyik sajátossága volt az állandó jó tanítók, mesterek, kántortanítóknak a jelenléte, és ezek kitermelték azokat az személyiségeket, egyéniségeket, akik később hírnevet hoztak a falunak. Rengeteg mesterségben mutattak fel tényleg szép eredményeket az árkosiak. Ez a jelen templom egy régebbi templomnak a helyre épült. Többször átépítettek a középkor folyamán, viszont a 19. század elejé földrengése következtében nagyon megrongálódott, illetve a 28-as földrengéskor beomlott a mennyezet, és akkor a falu népe elhatározta, hogy kijavítja utólag, hogy újat épít, és akkor építettek egy sokkal bővebb, nagyobb templomot, ezt a templomot. Dísze az orgona, 1872-ben építette Kolonics István ezt az orgonát. A butorzatot, a templompiacán levő urasztalát 1830-as években adományozták, tehát maga a templom elkészülte után, illetve a minimális díszítést jelentő terítőket, azokat a falusiak a különböző korszakokban adományozták. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelküknek teljességes, s vágyott békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játszak ölőgyilkos cudar komédiát, adja meg az Isten. Beköszönünk Pál Tünde családjához, ahol a bútor festő alkotásaival ismerkedhetünk meg. Ismerem az összes eddigi festőközpontot, ugye ezt tanítottam, és azért használom ezt a festéket, mert abban, ahogy amilyen felületet létrehoz, az pontosan olyan, mint a valamikori festéke. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. Száz bús vasárnap helyett, sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten,
Mi más is foglalhat helyet a Köröspatak völgyében, mint Köröspatak? Az Árpád-kori település felett Orbán Balázs szerint egykor a Kálnoki család ősi vára állt, ahonnan aztán leköltöztek a faluba. A 16. században már állt a Kálnoki udvarház, amit a törökök leromboltak, de 1670-ben újjáépítették. A Kálnoki család több neves tagja is Köröspatak szülötte. Emléküket a családi sírkápolna őrzi. A reformáció idején a falu nagy része előbb református, később unitárius lett. Ebben az időben a katolikusok a Kálnoki család 15. századi kápolnáját használták, de végül 1781-ben visszakapták ősi egyházukat, amelynek falain az építés korából származó freskók is előkerültek. Köröspatak és Kálnok között az oltmenti dombokon barangolunk tovább. Egy titokzatos eredetű kápolna romjai tűnnek fel, melyet az itt élők Veres barátok templomaként emlegetnek. 15. századi templomról van szó a tudósoknak a feltételezése szerint, viszont az egész múltja szinte regényes mitoszokba merül ki, hiszen nagyon kevés adatot tudunk. A feltételezések szerint a Vörös barátok vagy templomosok, vagy pálos rendiek lehettek, akik általában falutól távol telepedtek meg, és onnan szolgálták a faluban való embereket, illetve saját maguk hitét élték meg. Ugyancsak a hagyomány szerint a tatárjárás idején pusztult el a templom, így magára maradt, és azóta is így van itt, mint egy felkiáltó jel a két falu között. A templomos lovagokkal kapcsolatban a monda azt mondja, hogy Báthori Gábornak a lányát elrabolták, a templomunkban tartották fogva, és csak éjszakáként vitték ki sétálni, és a falubeliek meglátták a hölgyet, szóltak a fejedelemnek, és a fejedelem kimentette a lányát, és a templomot lerombolta. A mondák és a mítoszok világában élünk. Legendák ösvényén érkezünk a Kálnoki család ősi fészkébe. Az Árpád-kori Kálnok védőfallal övezett 15. századi temploma ma már a reformátusoké. Miután a 16. században az unitáriusok kiváltak a reformátusokból, a templomot még vagy 100 évig közösen használták. Ám később viszály keletkezett közöttük a templom kizárólagos használatáról. Apafi Mihály erdélyi fejedelemhez fordultak, aki a református többségnek ítélte a templomot. Így épült fel aztán 1674-ben az unitáriusok saját egyháza. Kálnok népi hagyományairól is nevezetes. A fa megmunkálás remek művei, az unitárius templom körüli székelykapuk és az 1781-ben vasszegek felhasználása nélkül készült faharangláb. A templom belseje is tele van díszes famunkákkal. Virágmintás kazettás mennyezete a 17. századból való. A templom melletti temetőkertben egy több száz éves tölgy őrzi az itt álmodó jeles személyiségek emlékét. Többek között Kálnoki Bedő Albertét, aki Sepsikőrös patakon született. Főerdőmester és államtitkár is volt, és a nevéhez fűződik az 1879-es erdőtörvény. Izgatottan érkezik a hazajáró Zalánba, ami szilvájáról és az ebből készülő pálinkájáról is híres. A Zalán környéki székelyek a 13. században Szász Sebes vidékéről kerültek erre a területre. A hagyomány szerint a zaláni aporok a középkorban egy alagúttal kötötték össze a pincevárat a Séra család kúriájával. A középkori katolikus falu temploma is a reformátusokat szolgálja már. 1898-ban Erzsébet királyné emlékére 262 fenyőfa csemetét ültettek Zalánban, amelyekből már csak kettő áll az Erzsébet kertben. Sepsi Szentgyörgyről költözött vissza az ősi családi birtokra, hogy falusi turizmussal foglalkozzon. Para Zoltán és felesége, Magyarosi Para Imola színésznő, akik remek szállással várják a megfáradt hazajáró vándorokat.
Zoli, ugye fogalmazhatunk úgy, hogy itt Zalánon ti vagytok az úttörői az ökoturizmusnak. Igazából nem az ökoturizmus volt a cél, amiért kijöttünk, ez egy ilyen mellékágon oda csapódott az életünkhöz. Mi igazából a falusi életet választottuk a feleségemmel és a családommal. Ugye a családi birtokot sikerült megvásárolni, és kezdtük építgetni az életünket. Próbáljuk igazából azt bemutatni, hogy falun lehet élni manapság viszonylag jó körülmények között. Amikor megfogalmazott bennem az, hogy én falura akarok menni, és ezt akarom csinálni, ez körülbelül leírhatatlan érzés volt, mert azt gondolom, hogy az élet célomat, az élet utamat tudtam megfogalmazni. Egy óriási megkönnyebbülés, azt gondolom az ember életében, amikor meg tudod fogalmazni ezt, hogy mi a dolgod az életben. És azóta nem volt kérdés, hogy mit kell csinálni, és érdekes volt, minden csatolódott hozzá. Lehetőség, család, feleség, három gyerek, kutya, macska, lóarul. Imola, picit ma a szemszögből, női szemszögből, ja, én követem Zoltánt. Nem, hát abszolút szívesen követem természetesen. Én igazából valószínű, hogyha én önmagam lettem volna, nem tudtam volna ezt az úttörő munkát végigvinni. De hogy jól érzem magam ebben a helyzetemben természetesen, s a színházi kavalkádban, amikor így visszavonulhatunk, az az mindenképpen nagy öröm és nagy hálás. A második gyerek született már itt, amikor már itt éltünk, és én mondom anyaként, hogy fele energiával se nőtt fel. Tehát, hogy azt a tömbházas létet, amíg az a másfél évet a nagylánnyal végigkínlódtunk, hogy liftbebes, babakocsis kínlódás, már csak az is, de hogy így az ők állapotukból adódóan nagyon könnyű dolgunk volt velük bánni. Ez anyaként nagyon jó, úgyhogy én azt gondolom, buzdítok mindenkit, hogy hasonló életkörülményt válasszon magának, bár nagyon munkás, és néha megfáradunk, azért ez benne van, tehát mi, ami van, annak örülünk, ami nincs, azon most nem bánkódunk, azt hiszem, próbálunk inkább így élni. A falusi élet harmóniájával feltöltődve indulunk tovább észak felé az Olt mentén. A folyó jobb partján találjuk Málnás fürdőt. Vizét a 18. században fedezték fel pásztorok, akik az állatok bőrbetegségét gyógyították vele. A Semsei család kezdte kiépíteni a régi feredőt, amelynek első fürdőmedencéje a Semsei nép bunyogó volt. A századfordulón már szénsavgyára is volt, ásványvizét 1904 óta palackozzák. Se nem bor, se nem víz. Mondhatnánk Mátyás királlyal a forrásvizét kóstolva. Sajnálom, ez a tereszoltot szokhatom. Tehát itt készültek gyerekét, csapva is. Ám legyen. Kénes, vasas, jó a gyomorra, finom az íze. Napjainkra Málnás fürdő már csak önmaga árnyéka. Az egykori díszes villák magányosan romosodnak. Több forrása is elapadt. A medencék, a melegfürdő és a mofetta sem működik. A központban turulmadaras milleniumi emlékmű hirdeti több mint 1100 esztendős jelenlétünket. A fürdőtelepről több turista ösvény is indul a baróti havasokba. Ahogy a kiterjedt legelőkön keresztül belépünk erdővidék kapuján, feltűnnek a Dél-Hargitát a Baróti-hegységgel összekötő, jellegzetes vulkáni hegyek. Van egy vulkáni kúp, amelyik beszélni tud. A Nagy Murgó. Ez már a Hargita folytatásának számító Baróti-hegység unikuma. Testvére a csíkországi csomádnak, éppen csak a Szent Anna-tó hiányzik a belsejéből. Tökéletes gúla, olyan szabályos kúp, amilyent csak tüzet, követ és lávát okádó tűzhányók tudtak alkotni egykoron. Termékeny talaj képződött a vulkáni hamuból, így csúcsig ér az erdő. Nyáron ő jelzi leghamarabb a vihart, máshol még szellősebben, de a murgó morogni, dörmögni kezd, innen származik a neve. A most csendes hegytömb oldalában kelünk át az északi lábánál húzódó Uzonka fürdő felé. A legendás fürdő vasas, szénsavas ásványvizeit a 18. századtól használták gyógyításra. A két világháború között megépült a melegfürdő körötte nyaralókkal.
A kis fürdőhelység még mindig keresi a helyét ebben a megveszekedett világban. De van egy medencéje, ahol megfürödhetünk. Uzonka fürdőn ér véget a Baróti-hegységben tett utolsó barangolásunk. Ahogy visszagondolunk az itteni kirándulásainkra, lelkünk egy darabkáját örökre itt hagyjuk, a legendás bércei között.